És nyilván eljössz, mint mindenki, meg lökdös a kibaszott szórakozó helyen. Így meglöki egyszer a gyereket. A gyerek akkor átlökött egy úszor, el kellett kapjam. Én azt nézem. Taki nagy hanggal mondja, össze-vissza, ú, gyertek te súlyt, vagy százan is elférnünk, négyen aludtunk, ezzel a kanapén kajuk, a sérben van, meg. Ez meg nem is az a poén ebben, hanem amikor majd, tudod, idehozzuk a sok cuccot, meg minden, hogy fú, te soha, hát ezt az alvásra fogunk megoldani, tudod, egyből, Taki egyből ezzel jön, tudod. Tehát kajakra vendégszeretek, kajak a panaszkönyvbe kint majd kiírom, bazd, hogy egy csillagot adok neki, Google-on, vagy nem tudom. Én a házigazda helyében, meg fognám, azt kibérelnék magamnak egy Airbnb-t, tehát hadd aludjanak itt a többiek, nem? Ez a meg hív engem, vágod? Helyzetek, Takács. Fél 11 van, Taki, nem érek rád veled beszélni, várjál már, kinyomtam. Mi a helyzet, Taki? Nézzétek meg, félek, légy szíves. De miért? Taki, menj már reggel. Meki reggeliért, légy szíves. Esélytelen, hogy én leérjek. Tesó, ne csináld már. Vendégszeretet ismét megnyilvánkozik. Mi ez a vendéglátás egyébként? Csak én... Biztos, hogy egy csillagot kapsz a k***nök. Beszélj, Taki, nem. Taki, maradj már csöndbe. Taki, boldog 41-et, faszi. Szóval, köszönöm szépen. Ez a piros gomb, ez azt jelenti, hogy 5 stars? Igen. Jó, oké. Milán meg Krisztófer közben itt alszanak. Meg arra kerek fel, hogy én őszünk ki, aztán átasik rajta. Jó reggelt. És akkor mehet egyszerre. Boldog születésnapot kívánjuk, hogy legyen még sok ilyen szép napod. Takikám, boldog születésnapot kívánok neked. Ezt így, köszönöm. Tényleg ezt így direktben megmondom most neked. Köszönöm. Ez egy keep up my G. Menjünk le, Taki, kezdjük egy kocsma túrával, és 21 feles kell meginnod. Egyből tekilát ráadásul. De takarodjál, és csak fél 11 van. Már fél 11 van? Akkor lehet 22 kell meginnod, az meg. Ez köcsög, nem áll. Téri részhez aztán feladat van. Vízzel le foglak önteni téged. Boldog születésnapot. Kicsit fel kell füstülnöd, Taki, ha látszik, hogy most párat vagy, meg ilyenek. Ne! Légy szíves, Balázs. Mi a f***? Mi kell már megint, Kristóf? Alszok még egy keveset, igaz, hogy már egy óra. Azért eltelt már dél, ebédidő, értitek? Én meg nem eszek, mert nekem minden pénzem elfogyott. De jó kis bimbit van. You can see if heat's here. Köszönjük! Szóval, hogyha eddig nem esett volna le, akkor ma Takinak a 21. születésnapját ünnepeljük. Takival már nagyon-nagyon régóta ismerjük egymást egyébként. BNB Channel-lel. Sziasztok! Milu, mióta ismerjük egymást, tesó? Nagyjából 15 éve ismerjük egymást is. Ezt a hülyét, meg a másikat, akinek van a születésnapja. Több ideje ismerem őket, mint a saját húgomat. Azért ebben most egy kicsit fura bele gondolni, úgyhogy egymás mellett álltunk. Jóban is, rosszban is, két közt. Igen, van még meleg víz, minál mennyi ez zuhanyozzá. Mai terv az lesz. Ezt belerakjátok, ezt rakjátok ki. Na így ilyen 3/4-1 körülre el is készültem, és felélettünk egy kicsit jobb. Ugye Balázs, éledezés van? Nem. Taki, jó kis születésnapi ebédet fogunk ütni, elmegyünk a Five Guys Hungarian versionbe. Én ma egy nőt falhoz vágunk. A felvételen annyira nem látszik, de amúgy igen, esik a hó. Körülbelül ebben az évben először. Takács Benedek tiszteletére esik a hó egyébként. Majd ki a kislemezem Amnézia EP, úgyhogy pörgessétek minél többen a Bass Music csatornán. Elérhető a YouTube-on, illetve Spotify-on, Apple Music-on. Tudjátok, intézünk, meg intézünk, mindenhol ott lesz, értitek? Meg. Ja. Vannak egy páran. Milyen a saját burgerezőtben lenni, el sem nem. Igazából még a videó lényegéről nem is beszéltem, hogy a Takinak ma van a születésnapja. Felköszöntöttük már, elvittük kajálni, meg hasonló, meg kinyaltuk a segít. Ez egy jelképes korszám, hogyha így mondom, 21, ugye? 21. Segítek annyiba, hogy elmegyünk egy olyan helyre, ahol lehet cipőket kapni. És itt van velünk természetesen a geng. De jó, amúgy van. Hát teljesen. Milyen cipő lesz az elképzelés? Azt mondta Taki, hogy az a cipő, ami rajtam van, ez a Jordan, ez neki tökéletes, mert felpróbálta, de magától ez lesz. Vad. Hát ez ilyen kis
És ilyen tak is, nem? Hát ja. Illik hozzá. Na, Taki, remélem amúgy elsírod magad, mert ez a videó lényege, légy szíves, hogy a címben meg az intézképe, hogy legyen már, jó? Muszáj lenne. Mi a f*** van veletek? Beszélgetünk. Filozofáltuk. Amúgy olyas, hogy tegnap estéről beszélgetünk. Aha. Ténéseiről inkább nem is beszéljünk itt, nem? Szerintem se. Ezeket vagyunk. Ja, egyébként most már elárulom. Mi ez, Nike? Vagy mi ez? Mindegy, valami rugdosós kisfiúnak a boltja. Igen. És ide Outlet. Igen. Sziasztok. Ki van nézni? Ott az autó. Ez a ér feliratú, ott az a... Az. Balázs Kix. Ha neked nálad, köszönöm. Nézd a megközelőd. Az a baj, itt a milliókat tudnék itt hagyni. A cipőket nézegetitek, fiú? Igen, igen. Igen, éppen összedobom a mixemet. Nem pedig az estére készülsz. Hát... Művészet. Klubik, mit néztél ki magadnak, tesó? Attól függ, hogy... A kiárat. Mármint a bronz miatt. És útközben adódott természetesen egy kis probléma. Sajnos nem volt méretben az a cipő, amit kinéztem, ezért tovább keresgéltünk. Nem jártunk sikerrel. Egyébként Balázs boltjába érdemes benézni, rengeteg különleges sneakerei vannak, kurva jó a vibe, le voltunk nyűgözve teljesen. Na f***tátok meg, összehívtuk a csordát. Besültünk egyébként. Na most k***ra adjonunk, hogy mi legyen, mert tesó vigyázzék el magamra, nincs B-terv, úgyhogy... Visszatérve. Kell egy B-terv. Nem tudtam, mihez kezdjek hirtelen, Takikám, de csodák csodájára megtaláltam az interneten a szerelmedet. És megrendeltem. Hú, srácok, kipihentük. Kipihentük ezt a pár napot. Megtoltuk azért rendesen, megünnepeltünk mindent, amit kellett. Voltak besülések, ugye? Hát például Taki a szórakozás. Az egyik napon viszont mi is rohadtul, többször találkozunk Budapesten, mint Hajdúszoboszlón, szülővárosában. De én meg elmondtam nekik egyébként, hogy bármikor jöhetnek fel hozzám, úgyhogy... Jobban esik 100 000-et otthagyni a heavenbe, mint egy szállásra. Na, értem. Visszatérve a lényegre! Még nem volt alkalmam neked boldog születésnapot kívánni. Hogy volt? Nem emlékszem meg. Mivel születésnapja van, ezért adunk... Van egy lehetőséget. Ez egy nem mindennapi ajánlat. Bekaphatod végre. Az agyadat nagyon be kell kapcsolnod. Ajjaj! A szimatodat elő kell idézned. Kitalálod, hogy ebben a dobozban mi van. És ez ilyen TikTok trendes. Igen, mystery box! Vagy egy pofon! Meg a pofont választom sokkal. Tényleg? Jó! Nem rázhatod meg, csak fogd meg! Nem rázhatom meg, csak foghatom? Igen. Ezért megemelgetheted így, hogy... Itt a házban nem tűrtük el azt, hogy mindenki körbe fingik mindenhova. Ez az új fingós dobozunk. Ne. Keressetek Instán, itt lesz a... Shoutout! Mi van benne? Jó van a húzni, tudja mi van benne? Na, tippelj! Lenegő van benne, az fix. Hát az biztosan van benne, kb. Ideáig egyébként. Úgy azt érzem. Megfordítottam? Felőlem meg is csak mondd már el! Mi lehet? De kajak nem tudom. A kis kutyát itt forgatja a dobozt, megcsinálják. Csak ugatnám. A kis kutya lenne benne. Nézd már, Balázs se ugat, látod, csak beszél. Jó vagy, köszönöm. Jó van, ezt soha nem fogja kitalálni. Boldog születésnapot. A szélben mi van? Csótányok. Vaj, ezt eldobom. Ezt tudja megkapodni kajak. Most. Kibontottad Bede új cipőjét. Takarodtak. Nem létezik. Takarodjunk, na zsír, hála Istennek. Megrendeltem, kicsi volt rám, mondom, inkább neked adom. Köszönöm szépen! Nekem mit köszönsz? Belőtlete volt. Ja, akkor te kapnál. Lakbér kéne fizetni hozzád, aztán most már kompenzálunk valamivel. Igen, srácok, köszönöm szépen. Tisztára meg vagyok hatódva, de kajakra. Komoly? Azt a k***ra. Februárra a pénztárcám táncolom. Láttál már ilyen Airforce-t? Soha. Jó rád? Szibátlan. Ez egyszerűen... Mua. Jó, nekünk már megvolt, ami a videóba kellett, most már akkor... Most már feljelentünk díjakállapításért. Köszi srácok, hogy itt voltatok ebben a videóban. Hogyha tetszett, akkor nyomtok egy lájkot, és Tokinak adjatok egy puszi szülinapi alkalmából. I bag up a fortune, it's all for the sport, I'm feeding my soul.